No, és hát az a helyzet, hogy szeretnék elújságolni valamit a nézőknek, hiszen egy ideje már hárman vezetünk műsort. Igen. Mert hogy egy kisbaba növekszik a pocakomban. Tárám, fordulj oldalt, hogy egy kicsit jól lehessen látni. Igen, áldott állapotba kerültem ez a helyzet. Úgyhogy most ezt bevallottam a nézőknek is. És hát hogy telt ez a pár hét már eddig? Hogy tudtad egyáltalán titokban tartani? Én ezt egyébként a mai napig nem értem, hogy sikerült ekkora titokban tartani, hiszen már az első perctől kezdve hatalmas volt a hasam, de tényleg. Tehát konkrétan azt hittem, hogy valami bajom van, mert hogy annyira elkezdtem puffadni. És aztán utána csak nőtt, és valahogy így sikerült elrejtenem. Jó, mi, akik a közeledben vagyunk, azért annyit elmondhatok, hogy azért... Kiszúrtál. Igen, hogy azért, hát hogy ilyen sejtettük, és hogy tudom, hogy nem akar semmi nagy felhajtást, meg igen, semmi ilyesmit. Igen, nem vagyok ilyen hatacár és... Hogy azért ezt ma egyelőtt cipelned kell magaddal, tessék. Köszönöm szépen, hát de drágák. Orhidea van benne, rózsa van benne, ezzel kívánunk most neked. Most neked adok puszit, de a szerkesztőimnek is küldöm. Köszönöm. Én voltam a szerencsés. Köszönöm. Szóval, hogy... De gyönyörű. 2.0-as, hogy én most nekem egy ez jutott eszembe. De így abszolút. És mit szólt hozzá Olivier? Nagyon-nagyon örült neki. Mert ugye ez nálunk már nagyon régóta téma, és tényleg minden nap arról szól, hogy hát ha nekem majd kis testvérem lesz, akkor ezt szeretnék, meg azt szeretnék, tehát hogy nálunk ez egy napi téma, hogy neki kis testvére kell, hogy legyen. És mikor mondtam, akkor már igazából nem volt neki meglepetés, hiszen már úgy éltünk, hogy neki van kis testvére, mivel minden nap téma volt. Úgyhogy most nagyon-nagyon boldog, ma hatalmas ovációval rohant be az óvodába, és elújságolta mindenkinek. Hát akkor ezt már mindenki tudni fogja. Igen, ma délelőtt. Gondoskodott róla Oli. De amikor még benn voltatok a Vigyázz a gyerekkel vagyok, ott még akkor nem. Nem voltam, akkor még terhes. Akkor még nem voltál terhes, mert hogy az előbb volt a felvétel. Igen. Úgyhogy utána. Nem lehetett mondani. Utána nőtt a pocakom meg ennyire. Hát akkor most azért egy elég érdekes és izgalmas időszak jön az életedben, meg már most tart is, úgyhogy nyáron. Úgyhogy majd szeretnélek megkérni, hogy adásban légy kísérges jó, mikor majd jó, így, ezt vigyem utána? Meg, hát ezt hagyjuk is, mert annyira gyönyörű akarod hozni? Hát nem tudom, vigyem, betegyem oda eléd, és akkor szeretnéd, hogyha az hát ott... olyan szép, na mindegy, hagyjuk itt, majd eldöntjük. Jó, majd eldöntjük, jó.